Egerszalók az őszi időszakban is nagyon kedvelt a turisták körében. Egy szűk hétre jöttünk, pontosan azért, mert jó meleg van, jó meleg a víz, jó a társaság, mi kell még. Sokan a látvány miatt érkeznek a településre. Először vagyunk itt. De visszatérők leszünk. De szerintem visszatérők leszünk. Nagyon tetszik minden, gyönyörű a hely. A hosszú hétvégék mindig nagyon népszerűek a turisták körében. Most is sokan a pihenésért jöttek a hotelbe. Már voltunk itt, és nagyon tetszett, és fürödni szeretnénk, meglazulni a 3 napba. Az egerszalóki szállodában nem csak a szobák teltek meg, hanem a fürdőrész is, a meleg őszi időnek köszönhetően. A hétvégére telt házunk van már, 1-2 szoba van még szabadon, amiben várjuk a kedves vendégek érdeklődését. Az őszi szünet idejére már nincs szabad helyünk sajnos, és hogyha szabad így fogalmazni és jó előre mennünk, az időben már a karácsonyi időszakunk is telt ház közeli állapotban van. A környező települések mellett Eger ismét a legnépszerűbb úti cél a vidéki városok között. Most egyelőre úgy tűnik, hogy még a 23-ai hétvégére nagyobb a foglalások aránya. A következő 2 hétben nyilván ez még változni fog. Az időjárás is nagyon meghatározza mindezt. És hát most egyelőre azt látjuk, hogy egy átlagos hétvégéhez képest 3-szor annyian foglaltak szállodákban, és elsősorban most valóban a szállodáknál és nem a panziókban, illetve a magánszálláshelyeken realizálódnak ezek a foglalások. Az eddigi adatok alapján Egerben az év első 8 hónapjában 6%-kal növekedett a szállásfoglalások száma az előző évekhez képest. Ez a dinamikus emelkedés az év többi hónapjában is megfigyelhető.